Sárospatakon kívül összesen 16 település mindennapjaira hatott korábban a több célú kistérségi társulás. A lakosság által a leginkább érzékelhető módon a központi orvosi ügyelet fenntartásával. Mivel a kistérségi társulások megszűntek, az ügyelet működtetése új egyeztetést igényelt. A Sárospataki Egészségügyi és Szociális Bizottság a héten tárgyalt a központi orvosi ügyelet jövőjéről, és azt javasolja a testületnek, hogy továbbra is a falvakkal közösen üzemeltessék ezt az ellátást. Összefogva Sárospatak várossal így próbáljuk azt, hogy a Sárospatak lakossága, illetve a környékbeli lakosok is megkapják ezt az ellátást továbbra is ugyanilyen színvonalon. Ehhez az kell, hogy mindenki beszálljon a saját lakossága száma mértékében a költségekben. Az ügyeleti munkában a jövőben is két orvos és két asszisztens fog részt venni, így pedig az ellátás színvonala nem változik. Egyed Attila bizottság ülésükről azt is elmondta, zárt ülés keretében döntöttek a segélykérelmekről, továbbá a bérlakásokra beérkezett további kérelmekről. Lakáskérelem meghosszabbításokat bíráltunk el, illetve volt kiírva bérlakás pályázat, annak az elbírálása történt, az érintettek levélben megkapják a eredményt, ezen kívül a különböző átmeneti segélyeket bírálta a bizottságunk. A bizottság ülésen szó volt még a nyári szociális gyermekétkeztetési programról is, amely már napok óta segíti a rászoruló családokban élő fiatalok élelmezését.